A többnapos lakodalmas és hagyományőrző fesztiválra Ajak testvér településeiről, Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából és Lengyelországból is érkeztek vendégek és fellépők. Pénteken a rendezvény kísérő programjaként ukrán-magyar jószomszédsági napot tartottak azzal a céllal, hogy javítsák a gazdasági stabilitást és figyelmet fordítsanak a határokon átnyúló együttműködésekre. Ajaknak, mint városnak is remélem, hogy nagyon fontos. Nekem személy szerint szívügyem a nemzeti összetartozás, de nem csak a nemzeti összetartozás, hanem ugyanolyan fontos a határainkon túl lévő magyarságnak a megóvása, illetve ezzel párhuzamosan természetesen az ott élő többséggel való jó kapcsolat, békességben való kapcsolatok ápolása. Ez azért is fontos számunkra, hiszen én nem csak polgármesterként tevékenykedem, hanem a megyei közgyűlésben a határon menti együttműködés bizottságának elnöke is vagyok, és ez a feladat rám hárul. A lakodalmas fesztiválon egy ifjú pár, Dzsubák Éva és Máté Zoltán házasság kötését láthatták az érdeklődők. A hagyományok szerint lánykikéréssel és násznépvonulással kezdődött az esküvő. A mi városunkban a mi hagyományainkat fel tudjuk eleveníteni, és meg tudjuk mutatni a hazalátogató elkerült ajakinak, vagy pedig az ide látogató akár magyar, akár külföldi vendégnek, és ez különösen emeli ennek a jelentőségét az, hogy nem egy növényről indítottunk fesztivált, vagy egy gyümölcsről, hanem egy olyan szokásról, ami a fiatalság lezárásakor, idézőjelben lezárásakor, a felnőtté válás küszöbén egy állomás, maga a házasság. Az utolsó napot ünnepi Szentmise, valamint Nagyboldogasszony napi búcsú és körmenet zárta.